Yeah, really happy for today victory. We knew I marked this match in the red because we knew how important is to win here for our goals on the league. Nagyon örülök a mai mérkőzésnek és ennek a győzelemnek. Piros betűsen szerepelt a naptárban ez a mérkőzés, mert tudtuk, hogy itt soha nem egyszerű nyerni. I need to, and I have and to congratulate my players, my team, because they make a very good job against a really tough team opponent who play really fast and they has the rhythm of the European League as well. Gratulálok a csapatomnak, mert fantasztikus munkát végeztek egy olyan ellenfél ellen, aki igazán jó ritmusban van, hiszen Európa Ligát is játszanak és jó formában vannak, nagyon felkészültünk erre a mérkőzésre. We spoke and we work about how to stop their transitions from the defense to the offense, no matter if we score or not, because they run all the time. És hogy gyakoroltuk azt, hogy hogyan állítsuk meg az óvár játékát, a gyorsan átváltást a védekezésből a támadásban, és nem is az volt a lényeg, hogy szerzünk-e gólt vagy sem, csak hogy a visszarendeződésünk az olyan legyen, hogy ne tudjanak könnyű gólokat lőni ellenünk. And in my opinion, I think we made the difference today when we were able not just to stop them. It was when we dominated the match. We controlled the tempo and we were also able to force them to make mistakes and also to run fast. Az óvárnak a támadás, a védekezésből a támadásba, valamint amikor domináltuk a játékunk, a mérkőzést, és ezekben a pillanatokban gyorsan tudtunk és pontosan játszani, kihasználva a helyzeteinket, ott tudtuk eldönteni a két pont sorsát. So, János, Nicoletta, I wish you very good luck, not only in the European League, in the upcoming matches, especially in the Hungarian League, in the next match at home. Úgyhogy ezúton a kollégának és Nikinek és az egész Mogovár csapatának sok sikert kíván, nem csak az Európa Ligában, hanem természetesen a bajnokságban, különösen a következő hazai mérkőzésen. Mindenképp gratulálok Ambrusnak és a csapatának. A kezdésünk még dicséretesnek mondható, jól kezdtük a mérkőzést, de ez rövid ideig tartott, egyszer csak abból nyerte meg a tempóját a Győr, hogy igazából elkezdtünk hibázni. A támadás vezetéseinkben egyszerű átadás hibák voltak, technikai hibák voltak, és gyors kontrákkal kaptunk olyan gólokat, ami láthatóan egy kicsit megzavart bennünket. Ez volt az egyik. A másik, olyan sebességen kézilabdáztak, ami Magyarországon nagyon kevés csapat tud ilyen sebességen kézilabdázni. Úgyhogy ezek problémát jelentettek. Az előnyszerzésekből nem tudtunk fautolni. Megmutatja azt, hogy összesen az első félidőben csak 9 fautot tudtunk fogni a győri támadásokon. Ez nem megszokott nálunk, mi ebből sokkal többet szoktunk, és ezzel nem is tudtuk igazából kézben tartani a mérkőzést, gyorsan növekedett a különbség. Számomra az nagyon fontos volt, hogy egy ilyen nemes ellen nagyon sok játékosunk pályán tudjon lenni, hiszen ebből a következő mérkőzésekben profitálni szeretnénk. A másik, ami problémát jelentette nekünk, az a védekezés, amit a felállt fal nem tudtuk kialakítani úgy a helyzeteinket. Azért mégiscsak mondhatjuk, hogy nagyon komoly világsztárok ellen kézilabdáztunk, és megmutatták, hogy nem tudtuk az egy-egyeinket végigvinni, nagyon rákényszerítettek a párhuzamos játékra a támadás vezetéseknél, és így gyakorlatilag a távoli zónából többet vállaltunk, mint kellett volna, és nem voltak meg a betöréseink. Ezzel átalakult a támadás vezetéseink jelentősen, és ahogy Ambrus már említette, a lerohanások a gyors gólokban is inkább a távoli zónából fejeztük be, ami effektíven nem mutatkozott meg. Így a lőtt gólaink száma 21, ami igazából egy ilyen tempónál megmutatja a különbséget. Lényegében nekünk az Euróligában szeretnénk még teljesíteni, és a magyar bajnokságban az elért célunkat szeretnénk
Annak örülök, hogy egy sportszerű mérkőzést játszottunk, nem volt belőle sérülés, ami mind a két csapat számára nagyon fontos. Gratulálok a lányoknak, mert igazából végig küzdöttük ezt a 60 percet, mindenki megfelelő módon próbálta, még hogyha hibázott is, de egységesek maradtunk, ami számunkra fontos, hogy ez adjon nekünk továbbiakban erőnt. Az, hogy pontosabban és jobban kézilabdázunk, az pedig időkérdése, azt gondolom. Gratulálok a győzelemhez, a Bajnokok Ligájában és a Magyar Bajnokságban további sok sikert kívánunk, és meneteljünk egészségesen tovább. Köszönöm. Well, yeah, like Ambrose said, I'm really happy tonight. We did a great job with the team, and we really respect our opponent, so... Nagyon boldogok vagyunk, hiszen nagyon remek csapat teljesítményt mutattunk ma be, egy olyan ellenfélen, akit nagyon tiszteltünk. So yeah, for us to win tonight, it means a lot. Ez a győzelem nagyon sokat jelent nekünk. And yeah, I think it was a great game with a lot of rhythm. I'm just really happy for my team because it's. Tempóban boldog vagyok, hogy a csapat ilyen jól tudott ma játszani. For us, it means a lot to perform that way against such a good opponent. Mert számomra mutatott játék egy ilyen jó ellenfél ellen is nagyon jó üzenete van a jövőt illetően. And yeah, I wish you guys the best in the championship and the European League. Sok sikert kívánok a Európa Ligán és a bajnokságban is az ellenfeleknek. Persze, elsősorban szeretnék gratulálni a Győr csapatának. Abszolút nem feltett kézzel indultunk neki ennek a mérkőzésnek. Azt gondolom, hogy azért vétettünk olyan hibákat, amit könyörtelenül kihasználta a Győr, és ezzel megpecsételte igazából a mérkőzés végkimenetelét, de ahogy mondtad, előttünk van egy nagyon kemény szakasz, és le kell vonni a következtetéseket ebből a mérkőzésből is, és javítani a hibáinkon. Úgyhogy remélem, hogy jól jövünk ki majd a következő időszakból.